Köszöntöm a Kölcsér Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben én megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Vári góljával 1-0-ra verte a Sopront a kisvárdai futballcsapat. A MAPS 2 elleni sikerrel biztosították be a felsőházat a kékcápák. A divízió 2-ben kezdi a szezont a Nyíregyháza Tigers. Továbbra is a fiatalok nevelése a cél a Nyírbátori Asénél. Ismét válogatott rögbi meccseket rendeznek Mándokon. Tisztes helytállásra futotta a Szeged ellen a nyíregyházi tekézőktől. Második tavaszi hazai bajnoki meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat. Az NV2 25. fordulójában lejátszott mérkőzésen Révész Attila együttese 1-0-ra verte a Sopront. Én most úgy érzem, tekintettel arra, hogy nagyon közel volt az elmúlt mérkőzés a Kozár Misi elleni, hogy illetve figyelembe kell venni ezt a jelenlegi nagyon rossz pályát, hogy tökéletes az eredmény. Az a játék is, amit terveztünk, tökéletesen megvalósult. Legfontosabb az, hogy a második olyan mérkőzésünk, amelyen az ellenfél nem tudott helyzetet kialakítani. Volt ugyan egy lövésük az első fél időben, egy labdaeladás után, ezen kívül még a kapuhoz is nagyon ritkán értek, de ez, hogy is mondjam, azért következhetett be, mert mi is kevesebbet kockáztattunk hátul. Nagyon nehéz bármit is mondani, mert elvárjuk magunktól, megvan az igényünk a jó futballra, egy jó pályán meg is tudjuk, és már a sorozatban mondom, hogy ezen a pályán nem tudunk mit kezdeni, de amíg megvan a győzelem, addig nincs baj. Szerencsére van most olyan játékosunk, aki pontrugások után már veszélyes tud lenni a fölivel, és meg tudja tartani, tudunk ráérkezni. Ezt a stílust is tudni kell alkalmazni, mert nagyon sokszor, főleg amikor az ember rákényszerül, akkor alkalmazni kell. Ezt most mi nagyon jól tettük meg, és nagyon örülök neki, mert tavaly egyetlen egyszer nem fordult elő ősszel, hogy ilyen dupla meccsekkor két győzelmet szereztünk volna a fáradtság miatt, meg talán többet akartunk játszani, mint amit a fizikai állapotunk lehetővé tett. Most viszont nagyon jó volt. Nem utaztunk 1000 kilométereket, itthon tudtunk regenerálni, és az a frissesség, ez látszott a csapaton. Már a hétközbeni edzéseken is teljesen más volt a dinamikájuk, mint tavaly ilyenkor, és hát ugye most jön egy Békés Csabai mérkőzés, amelyre megvan a keretnek a többi tagja, és megvan az a csapatunk, amelyen föl tudunk majd lépni. Én ennek most kifejezetten örülök. De mondom, a játékon van mit javítani, de az eredményességünk. Hiába játszottunk jól a Puskásnál, ha kikaptunk, semmit nem ért. Ez azt jelenti, hogy Békés Csabán hasonló célfutballt próbálnak majd játszani a Kisvárdon? Nem, a Békés Csabai pálya más. Békés Csabán azért lehet futballozni, fogunk is futballozni, ugyanakkor az X-ből is kiindulhatunk, és semmi nem történik, hogyha sikerül egy pontot szereznünk, mert a Békés Csaba eredménykényszerben van. Neki most mindenképpen az utóbbi mérkőzések alakulása miatt kockáztatni kell, nekünk ezt meg kell lovagolnunk. Vannak gyors embereink, akikkel tudunk esetleg kontrajátékot játszani, vannak olyanok, akik most a kispadról szálltak be, őket mindenképpen most egy teljesen új csapatot fogunk fölküldeni, és én bízom benne, hogy Békés Csabán ők megmutatják, hogy milyen sportemberek. 1-0-ás vereséget szenvedett Kisvárdán. A Sopron mi a fájóbb az edző számára, a vereség ténye, vagy pedig az, hogy 90 perc alatt igazán komoly helyzetet nem tudott kialakítani a csapata? Hát én azt mondanám, hogy mind a kettő. Talán egy nagy helyzetünk volt az első fél időben az Eszlátynak, amikor be kellett volna vinni azt a labdát, amit előtt olyan 16-17 méterről a kapura, és szerintem ott nagyot védett az Ivancsics. Mellette az 1-0-es vereség igazán azért fájó, mert olyan szituációban kaptuk a gólt, amire előre készültünk, tudtuk nagyon jól, hogy jó fejelő játékosok vannak, és hát tulajdonképpen ezt a mai mérkőzést ezzel is nyerte meg a Kisvárda, hogy azok a nagy testű játékosai, akiket becseréltek, gondolok a Rajcira, gondolok a Bacsára, vagy a Horvátra, ők meg tudták tartani ott elől a labdát, le tudták fejelni, és nem tudtuk velük megnyerni a párharcokat. Ebbe sokat kell még fejlődni, de én úgy érzem, hogy ezen a mérkőzésen sem vallottunk igazán szégyen, bízom abban, hogy az elkövetkezendő időszakban eredményesebben tudunk szerepelni majd. Azért azt hozzá kell tenni, hogy az elmúlt három mérkőzésen játszottunk a Soroksárral, a Puskás Akadémiával és a Kisvárdával, a három elit csapattal az osztályban. Bízom abban, hogy a következő mérkőzéseken, amikor velünk egyenrangú ellenfelek jönnek, akkor már győzelemnek tudunk örülni majd. Gólt lőni egy játékos számára mindig jó érzés, győztes gólt lőni, különösen hogyan érted meg ezt a meccset, amelyet a te találatodan nyert meg a csapat? Igen, ez így van. Örülök neki, hogy sikerült gólt szereznem. Így most a felvételt visszanézve nem is pattant meg a labda, amit én azt hittem, hogy megpattant. Úgyhogy teljesen másképet mutat a felvétel.
Úgyhogy én rúgtam személy szerint, nem úgy, mint a vasárnap, hogy kapufára rúgtam, és bepattant a játékosról. Most azt hittem, hogy ismételten én rúgtam rá a játékosra, és úgy került a gólvonal mögé a labda, de nem sikerült nekem szereznem a gólt, de most nem az a boldogság, hogy most én személy szerint én szereztem a gólt, hanem az, hogy a csapat végre most nyert két meccset egy meccs után, jön a vasárnapi, és remélünk elindulunk egy olyan úton, ami végigvezet a bajnokság végéig. Mennyire jelent nehézséget az, hogy ugye többször kritizálták a vezetők a pályát, lehet egy picit más futballt kell játszani, mint amire képes lenne ez a csapat? Ez így van. Azt kívülállók is látják, hogy teljesen mást játszunk ilyen pályán, mint amit játszottunk annó, tavaly például, de ez is egy jó dolog, mert a csapat többféle játékra képes. Tehát jó pályán is tudunk kombinatív játékot játszani, meg tudunk rossz pályán is hosszú labdákkal operálni, és így eredményesek lenni. Ugye a bajnokság pontosabban a tavalyi szezon kezdetén szurkolók részéről, tehát ez a elvárás régóta megvan, elhangzott, hogy az első két hely valamelyikén várják a csapatot, a két vereség után egy picit elcsitultak hangok, most győztetek kétszer, az öltözőben mennyire téma az NB1? Egymás között azért ez megbeszéljük, tehát mindenkinek célja az, hogy NB1-be játszom még, ezt vázolták is, meg szeretnénk is, hogy ott legyünk, mert csak jobb lenne egy magasabb osztályba megmutatni a mindenkinek magát, hogy mégis mire képes. Sorozatban 6. bajnoki meccsét is megnyerte, és ezzel biztosította a helyét a felsőházi rájátszásban a Nyíregyháza Blue Sharks. A Kék Cápák 98-67-re verték a MAFC második csapatát. Azt hittem, hogy a MAFC az egy nagyobb ellenállás fog tanúsítani, de ugye egyik kulcsjátékosok a Molnár MAFC említem elebetegedett. Ez ugye más szerkezetben támadtak. Igazából elégedett vagyok a mérkőzéssel. Fontos volt az a szempont is, hogy tudjon a csapat pihenni a szombati rangadóra, legalábbis a kulcsemberek, ez is megtörtént, és a helyükre lépők is jó teljesítményt nyújtottak. Próbáltuk azt csinálni, amit elterveztünk. Az elején meghúztuk a mérkőzést, bár kicsit nehezen indultunk bele, de utána már jobban játszottunk. Összeraktuk a védekezést, ugye a védekezést váltottuk, gyakoroltunk is közben védekezést. És örülök annak, hogy a kulcsjátékosságait tudtuk pihentetni, így van, és hogy a fiatalok is pályát tudtak kerülni, és ők is jó teljesményt nyújtottak. Az elején egy kicsit nem izzett a MAFC-nak a zónája, volt olyan szakasz, amikor 9-ből 1-3-as esetben, aztán a végére egész jó kikupálódott ez a mutató, minek köszönhetően? Talán azért, mert ugye lassabb ritmusban játszott ez a fiatal csapat, ez a budapesti csapat, és nekünk ez nem nagyon fekszik, aki hogy altatnak minket, stb., és nem tudtunk felpörögni, és nem jó helyzeteket dobtunk el, inkább azt mondom. Aztán utána megtaláltuk a helyzeteket, magasabb ritmusra kapcsoltunk, és utána már jöttek a három pontosok is. Ennek örülök. Teljesen más jellegű mérkőzés vár a csapat a szombaton. Mi addig a legfontosabb feladat, ami ahhoz látogat ugye Nyíregyházára? Addig nem sok edzésünk van, ugye holnap az a rehabilitációjé. Próbálok pihetetni a játékosokat, átmozgatni őket. Csütörtökön van két edzésünk, van egyből dobóedzés, és utána csütörtök este már a Miskolcra készülünk. Nyilván erősebb mérkőzés lesz, de azt is szeretnék megnyerni. Talán a megszokottnál is fiatalabb csapattal érkezett most a MAFC Nyíregyházára. Mi volt az oka annak, hogy voltak hiányzóik? Igen, ugye kezdésképpen Molnár Marcell betegedett le. A héten úgy nézett ki, hogy talán kedre már jobban lesz, de sajnos délelőtt beszéltünk, és mondta, hogy nem tudja vállalni, tehát lázasan feküdt otthon. Ez nekünk nagy csapás, mert ugye a kezdőirányítónk közel 30 percet játszik, és nagyon jó pontokat, átlagokat hoz. Úgyhogy ez volt a fő problémánk. A többi srác pedig egyetemen kellett lennie, tehát ennyi igazából. Mi lehet a csapatnak a célja, a folytatása, mit lehet elérni ebbe a B-csoportos bajnokságban? Mi úgy indultunk ennek a bajnokságnak, hogy ezeket a tehetséges fiatalokat ugye minél több versenyszituációba hozni, pláne egy színvonalas B-csoporton. A célunk egyértelműen az, hogy minél több mérkőzést megnyerni, megszorítani, ezeknek a srácoknak a fejlődést biztosítani. Továbbra is, tehát mi minden meccsre nyerni megyünk, utána pedig a meccs hozza, hogy mi alakul ki. Olás Zoltán ismét a kispadról beszállva termelte a pontokat. Hogy láttad ezt a mérkőzés belülről? Elsősorban szeretnék gratulálni a csapatnak. Nagyon erős mérkőzés volt, pont erős mérkőzés. Az, hogy megszokott, hát próbálok minden meccsen a magamból kihozni a legjobbat, igyekszem, hogy a csapat minél több és minél hasznosabb tagja legyek.
Egy teljesen más jellegű meccs vár majd rátok szombaton, mivel lennétek elégedett a MEAFSZ ellen? Természetesen a győzelem, már tudjuk nagyon, hogy erős és szoros mérkőzés várható. Ugye igazoltak egy új légiós, nem tudjuk, hogy mi lesz, mi várható, még kihozunk magunkból a legjobbat és kemény mérkőzésre számítunk. Új szakmai stábbal és új elképzelésekkel vág neki az amerikai futball szezonnak a Nyíregyháza Tigers. A Bora Tamás által irányított együttes a leglassanyabb osztálynak számító Divízió 2-ben indul. Való igaz, mikor legutóbb beszélgettünk, akkor egy szervezeti átalakulásról volt szó, ami egy teljesen átgondolt és tudatos stratégia volt. Most is tart, ennek az első fázisa lezárult. Hála Istennek azt tudom mondani, hogy egy nagyon szimpatikus és tőkerős szponzor beállt a csapatunk mögé, aki megteremtette annak a lehetőségét, hogy mostantól kezdve ingyenes legyen a sportág minden érdeklődő számára. Emellett pedig a másodosztályban való indulás az szintén szakmai döntés volt, innentől kezdve prioritást élvez az utánpótlás nevelés, az újoncok képzése, és a projekt csapat felől szeretnénk eltolódni a magyar játékosok fémjelezte teljesen új edzés szempont mellett nevelt játékos gárdak felé. Ezek szerint nem lesznek amerikai játékosok, nem lesz amerikai edző, hogyan áll majd fel a szakmai stáb? Idén semmiképpen nem tervezünk idegen légiósok használatát. Bora Tamás vezetőedző lesz kinevezve, a szponzor kérésére újra hadrendbe állt a rutinos öreg rókánk. Mellette Pápa Szabolcs és Péter Csák Ákos pályaedzőként fog tevékenykedni. Jó magam úgy szintén, és ebben az évben ilyen felállásban fogunk indulni. 2018-as HFL indulásra pedig valószínűleg egy amerikai szakvezetőt fogunk hozni, mert hát azért mégiscsak onnan hozzák az újításokat. Az öt csapatos keleti csoportban indul a Tigers, mi az elvárás szakmailag? Szakmailag a legfontosabb elvárás nem is a játékosok szempontjából közelíthető meg, hanem az edzőkkel szemben támasztható. Kiemelt szempont a személyiség fejlesztő és játékos fejlesztő edzések megtartása. Az a célunk, hogy a mostani 36-40 fős játékos állomány egy olyan stabil, jól képzett gárda legyen, amire lehet építeni 2018-tól. Ja, az elmúlt években volt, amikor Nagykállóban volt, amikor egy jó ideje a Tiszavasárút szép pályán játszik a csapat. Ilyen esély van arra, hogy egy saját állandó otthona legyen a Tigersnek. A városnak hála, az önkormányzattal nagyon pozitív irányban folynak tárgyalások. Egy saját használatú pálya kialakításának ügyében. Így Fehérváron kívül, tehát székesfehérvári példát követve, jó eséllyel Nyíregyházán lesz a következő kimondottan amerikai futball céljára hasznosított stadion. Az alapszakaszban két mérkőzés játszik idehaza a Nyíregyháza Tigers. Jelen állás szerint még a Tiszavasárút, mikor láthatja először a közönség a csapatot? A közönség először április 1-én láthat minket idegenben, Jászberényben, de az első hazai mérkőzésünk április 15-én lesz szombaton. Egy nagyon érdekes, pikáns mérkőzés lesz, mindenkinek ajánlom. A Rebels Old Boys nevezetű formációval fogunk játszani, egy nagyon rutinos, ám de szűk kerettel álló csapat lesz, igazi csemege. Idestól már 20 éve vagyok benne a Nyírbátori asztali tenisz vezetésébe, meg korábban ugye játékosként. Az, hogy most én lettem az elnök, ez különösebb változás nem fog eredményezni, továbbra is Csekő Sanyival ketten fogjuk csinálni az érdemi munkát, ami két részből tevődik össze, egyrészt összeszedni azt az anyagi hátteret, ami ahhoz szükséges, hogy fönt maradjunk és működni tudjunk, másrészt pedig összetenni a technikai részét ennek a dolognak. Alapvetően a célokat is együtt határozzuk meg, tehát nem nekem lesznek céljaim, hanem az egész csapatnak, az egész egyesületnek, amit való igaz, hogy Csekő Sanyi meg én formálunk. Az idei év és a jövő évek céljai az továbbra sem lehet más, mint amit Csekő Sanyi elkezdett ebbe a városba, ebbe az egyesületbe kiépíteni, hogy a utánpótlás magyar élvonalbeli szintre
emelte, és a mi célunk az, hogy ezt itt is tartsuk, illetve talán most már a Majoros Bence révén és az egyre jobb eredményeket elérő fiatalok révén a Molnár Dönci, a Tölgyes Dorottya és még egy-két további fiatal játékos révén a magyar élvonalat is meghaladó európai szintű játékosokat képezzünk. A kirakat csapat mindig ugye a felnőtt csapat, amely jelenleg NB1-ben szerepel. Hogyan áll most az együttes, és milyen rövid, illetve hosszú távú tervek vannak vele kapcsolatban? A kirakat csapat az Nyírbátor esetében nem kirakat csapat, az csak egy eszköz. Mindig is egy eszköz volt, akkor, amikor magyar első osztályban játszottunk extraligát, akkor is csak egy eszköz volt, akkor azért tartottuk fönt, hogy a Majoros Bencének nyírbátori környezetben, hazai környezetben játék lehetőséget biztosítsunk, és ne egy idegen városba kelljen neki elmenni, idegen emberek szurkolása alatt játszani, hanem igenis nyírbátoriak, családtagok előtt játszhasson. Most az NB1 ugyancsak ezt a célt szolgálja, ami azt jelenti, hogy elsősorban a Molnár Dávidnak, és majd meglátjuk, hogy jövőre mennyire kell nekünk a céljaink elérése érdekében, és a célok ugye az utánpótlás nevelés, ezt fönntartani, vagy nem fönntartani, ezt majd el fogjuk dönteni, de nem kérdés, hogy az első számú csapatot is csak és kizárólag azért tartjuk fönt, és esetleg, ha nincs meg a megfelelő létszám, más klubokból igazolunk játékosokat, hogy a nyírbátori fiatal sportolók minél gyorsabban és minél rugalmasabban fejlődhessenek. Az, hogy ennek a célnak az érdekében kell-e NB1, vagy följebb kell menni extraligába, vagy más úton módon kell megoldani, ez mindig gyakorlatilag a csapat döntése. Összeülünk, megbeszéljük, és annak érdekében, hogy az egyes topjátékosainknak mire van szüksége, ennek érdekében meghozzuk a megfelelő döntést. Tölgyes Dorottya és Molnár Dávid nemzetközi szinten is képviseli a nyírbátori színeket. Ugye, ahogy fejlődnek egyre jobb minőségű edzésekre, edzőpartnerekre van szükség, megvan-e ehhez a megfelelő háttér? A háttér ebben az esetben is ugye két oldalú. Egyrészt az anyagi, másrészt a technikai háttér. A technikai hátteret nekünk nagyon nehéz megteremteni, mivel nagyon Budapest központú ez az egész sport. De az utóbbi időben a Magyar Atlétikai Szövetség is megpróbált egy kicsit kilépni ebből a Budapest centrikusságból, éppen ezért létrehozta az edzésközpontokat. A Kelet-Magyarországon 3 edzésközpont van. Az egyik edzésközponti címet azt pont Nyírbátor nyerte el a tavalyi évben. Ennek megfelelően anyagi támogatást is kapunk. Ezzel teljesen egyértelműen azt tudjuk szolgálni, hogy más városokból nagyon nagy tapasztalattal rendelkező edzőket és játékos edzőket hozzunk annak érdekében, hogy a nálunk, illetve a környéken lévő játékosoknak is rendkívül jó lehetőséget biztosítsunk. A céljainkat a játékba tudjuk, az, hogy mit akarunk elérni, tudjuk. Csekős Anyival nekünk meg nincs más feladatunk, meg választásunk kell, meg kell teremteni azt, hogy ezekhez az anyagi források meglegyenek. Éppen múlt héten, vagy a hét elején ültünk le Sanyival, azért úgy gondolom, hogy amilyen ütembe látjuk fejlődni a gyerekeket, azokhoz az anyagi forrás az rendelkezésre fog állni. De például Majoros Bencénél is láttuk azt, hogy az egyik év első felébe egy-két nemzetközi versenyre ment el, azért, mert még azt láttuk fontosnak, aztán az év második felébe már 8-10 ott kellett, hogy legyen. Tehát ezek a gyerekek nagyon-nagyon gyorsan tudnak nagyon nagyot ugrani, nagyon fejlődni. Nem lehet egy évre előre tervezni nálunk, igenis havonta le kell ülni, meg kell nézni, hogy hova fejlődtek, milyen célok vannak. Az nem kérdés, hogy azt hiszem jövő héten, vagy most hétvégén már nem is tudom pontosan, Dorottya Szlovákiába versenyzik, Dönci, Molnár Dániel, ő most is Olaszországban van, és ezek a versenyek, ezek jönnek. Nem feltétlen azért, hogy ők ott top eredményeket érjenek el, ők még kicsik, nekik a nagyon-nagyon fontos az, hogy ott legyenek, rutint szerezzenek, lássák az, hogy mi az, ki az, akik a későbbiekben is a versenytársaik lesznek, és
esetleg kik azok, akiket utol kell érni. Ugye említetted, hogy kiemelt edző központ lett Nyírbátor, nyáron ez minden bizonnyal azzal is jár majd, hogy határon túlról is bővítették az eddig meglévő nemzetközi kapcsolatokat. Kelet-Magyarországon biztos, hogy vezetők vagyunk a nemzetközi kapcsolatokban. Románia és elsősorban Románia szempontjából nagyon jó kapcsolataink vannak, és rengeteg román, akár élvonalbeli játékos is megfordult már nálunk, úgyhogy jött edzeni hozzánk, vagy versenyezni, de értelemszerűen ez nekünk is csak előnyünkre válik, és ezért is csináljuk ezt, mert akkor a mi játékosaink is nagyon jó játékosokkal játszhatnak. De az élet furcsasága, vagy részben csodája, hogy kettő, egy fiú és egy kislány szerb játékos is most már Nyírbátorban játszik. Ide sodorta őket az élet, nyilván aképpen, hogy megfordultak nálunk korábban edzeni, és úgy döntöttek, hogy akkor ők az életüket fölteszik arra, hogy egy szinten, hogy eljöjjenek Nyírbátorba családostul, és itt pingpongozzanak, de most is tárgyalások vannak az irányba, hogy egy fiatal román játékos, aki már részben edzősködik is, a határ túloldalán Szatmárnémetiben akar főiskolára járni, és megkeresett minket, hogy bármely korábban volt vele kapcsolatunk, hogy akár jönne hozzánk edzősködni is. Ezeket a lehetőségeket, kapcsolatokat értelemszerűen ápolni kell, ahhoz, hogy ez jól működjön, ezeket napra készen fejbe kell tartani. A mi feladatunk kizárólag a gyerekek értelmében, hogy ezeket ápoljuk, és minél több lehetőséget kiaknázunk ezzel kapcsolatban. Ismét válogatott rögbi mérkőzést rendezzek Mándokon. Március 26-án vasárnap a magyar U16-os és U18-as válogatott lép pályára Kárpátalja hasonlókorú csapatai ellen. A mándokiak, ahogy tavaly októberben, idén is nagyon készségesek, ott a helyünk. Mándokot most már mint infrastruktúrát, pályát föltettük a magyar rögbi térképére, mozzajlik a magyar pályákkal a magyar rögbi infrastruktúra felmérése, ezen már Mándok kiemelt magyarországi pályaként, helyszínként szerepel, és mi sem volt természetesebb, hogyha valami sikeres, akkor azon miért változtassunk, úgyhogy a Kelet takarék, hogy mellénk állt, és partnerünk lett ebben az igyekezetben, így azt gondolom, hogy egy sikeres újabb egy évvel nézhetünk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a rögbit illetően. Az ellenfél választás sem véletlen, hiszen Kárpátalján magasabb szinten jegyzik a rögbit, mint Magyarországon, pontosan Ukrajnában, és hát gondolom a sporton túl is van üzenete annak, hogy kivel játszanak. Természetesen Kárpátalja a kormány számára is kiemelt terület, és itt hangsúlyozom, nem csak a magyarokon, az ott élő ukránok, ruszinok, románok, bármilyen kisebbség, hiszen Kárpátalja a szomszédunk, Ukrajna egyik jelentős megyéje területe, ott kell lenni, segíteni kell most, de furcsa helyzet, valamikor most ők tudnak segíteni, hiszen a kárpátai rögbi válogatott magyarországi fellépése azt is jelenti, hogy tényleg az az igyekezet és tudás, ami Ukrajnában és Kárpátalján rögbiben földgyűlöm lett, azt is megláthatjuk utánpótlás szintén, mire elég. Nagyon érdekes, és ez szívszorongató is, meg szép dolog is, és érdemes van esetleg megnézni. Vannak olyan magyar települések, ahol gyerek rögbi csapatok vannak. Színmagyar település, színmagyar rögbi csapat, és ha átjönünk a határtúlra, itt bizony nincs rögbi. Tehát egy érdekes helyzet állt elő, hogy Ukrajnában, Kárpátalján van magyar rögbi csapat, Kelet-Magyarországon nincs, és szerintem ebben is segíthetnének a kárpátai barátaink, hogy ezt a sportágat segítsenek meghonosítani itt ezen a területen. Egyébként Magyarországon utánpótlás szinten hogy áll a rögbi? Nagyon szépen fejlődik, vannak komoly műhelyek, Nagykörös, Esztergom, Kecskemét, Vác, Székesfehérvár, említhetném Budapesten is most már kezdi bontogatni a szárnyait a rögbi. Nagyon sok száz fiatal rögbizik, komoly diákolimpia van, iskolák vannak, akik már rácsatlakoztak, tehát elindult egyfajta virágzás ennek a sportágnak. Ugye 80 évig mint angolszász sportág, gyűlöletsportág volt, ugye a háború előtt, mind a háború után. Nem könnyű innen fölállni, de azt gondolom, hogy jó úton haladunk, és egyre többen ismerik meg ezt a sportágat. A felnőtt válogatott mikor játssza az Európa-bajnoki selejtező meccseit? Április végén Norvégiát fogadjuk Esztergomban,
az vízválasztó lesz, tehát ha a dánok legyőzés után Norvégot és Kétvára fektetjük, az azt jelenti, hogy a finnországi meccs után már az egy osztályra való feljebbítás gondolatával kell a szövetségnek foglalkozni, mi egy kellemes időtöltés jelent számunkra, úgyhogy bizakodóak vagyunk, hogy a konferenc egyben folytathatjuk már a európai középmezőny élén. Papírform eredménnyel zárult a szegedi tekézők nyíregyházi vendégjátéka. A Bajnokok Ligája címvédő tiszapartiak 8-0 győzelemmel távoztak a Városi Stadion Tekecsarnokából. A hazai pályán nekünk az volt a célunk, hogy két hét múlva a sorra kerülő rangadóra, ami a Salgósz csapatával játszunk, sorsdöntő mérkőzés, ahhoz egy jó erőfelmérő kell ehhez a szegedi csapat ellen, akik tényleg a világ egyik legjobb csapata. Mondhatom azt, hogy többszörös világbajnokok játszanak benne, úgyhogy próbáltunk helytállni. Úgy érzem, hogy kicsit fába elmaradtunk attól, amire én számítottam, de két hét múlva van rá lehetőség a javításra. Saját teljesítményed, de mennyire vagy elégedett, hiszen egy 6-szoros világbajnok ellen játszottál, és az első 3 pálya után még gyakorlatilag partiban voltál vele. Felemás, mert tényleg a világ egyik legjobb játékosa, hanem a legjobb. Jól ment a játék, 90 dobásig küzdöttünk, egymással fejfej mellett álltunk. A negyedik utolsó pályán egy kicsit nem fizikálisan, hanem pszichésen elfáradtam, és ezt Norbi nagyon jól használtak, és maga javára tudta fordítani a mérkőzést. Ezen a mérkőzésen nem játszott a csapat egyik legeredményesebb játékos, a Szlovenszki Tibor, lehet-e rá számítani a hátralévő nagyon fontos meccseken? Nehéz ezt megmondani, ezt az orvosi stáb majd eldönti, hogy mikor tud harcba fogható lenni. Én nagyon bízom benne, hogy 3 hét múlva esetleg már tud játszani a hazai mérkőzésen. Az egyedül alkodó Szeged játékos, aki 6-szoros világbajnokként milyen motivációval lehet egy szerényebb képességű csapat otthonában dobóállásba állni? Nekem ez külön kihívás volt, hiszen ebben a szezonban picit gyengélkedek eredményügyileg. Most a héten ugye közeleg a BL döntő és közeleg a világbajnokság. Egy pici stílusjavítást csináltunk egy kemény munkával, és nehéz pályára érkeztünk ide, viszont egy nagyon eredményes és a hazai pályán nem lebecsülendő csapathoz, úgyhogy mindenféleképpen teljes gőzerővel készültünk erre a mérkőzésre, és ugye ez meg is mutatkozik az elért eredménybe. Milyen kapcsolatot ápoltok szegedi játékosként, játékosokként a nyíregyházi játékosokkal? Nagyon régóta ismerjük egymást. Mikor ide jövünk nyaralni, akkor itt mindig összefutunk, és egy edzésre azért bekéreckedünk. Persze mindig vannak itt nézelődők. Minden évben Szegeden megrendezésre kerül egy világranglista verseny, ahova a nyíregyházi játékosok szintén látogatnak. Úgyhogy nagyon ismerjük és kedveljük egymást. Említetted a BL4-es döntőt, milyen ellenfelekkel szemben, milyen reményekkel álltok majd be a dobóállásba? Tavaly évben egy nagyon nehéz ágról sikerült bejutnunk a BL döntő, amit aztán sikerült meg is nyernünk, viszont címvédőként igen, idén egy sokkal kedvezőbb ágra kerültünk, és viszonylag szerényebb játékkal ott tudunk lenni. Az első körben egy szintén nem lebecsülendő horvát Zaprasicser kerülünk össze, viszont ugye egy idegen pályán egyikünknek sem hazai pálya. Ez egy kiki meccs, szerintem mi játékos állományunk az sokkal jobb, és meg tudjuk őket verni, és a döntőre pedig a házigazda Podbezova a csapata, valamint a német szerb csapata, ők küzdenek meg azért, hogy kijusson be a döntőbe. Idén csapatvilágbajnokságot is rendeznek, ugye hazai környezetben Zalaegerszegen 4 évvel ezelőtt nyert a magyar válogatott, 2 éve bronzérmesek lettetek, most gondolom a korona visszaszerzése a cél. Igen, ez egy hatalmas cél, ugye nagyon régóta ott van a magyar válogatott, itt a magyar válogatott is az élvonalba, és főleg, hogy most is szintén Németországban rendezik meg, és a házigazdát, mindig őket a legnehezebb legyőzni, hiszen mögöttük áll egy hatalmas nagy szurkolótábor, aki mondhatni azt, hogy ebben a sportágban az a 7. ember a csapatban. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra!